Mi most az emlékezésben az emberiség egyik legnagyobb rettenetére emlékezünk, a holokausztra, amely a legkülönbözőbb származású embereket érintette, a legtöbbeket a zsidókból, nagyon sokakat a cigányokból, akik sorstársaink voltak, de ugyanúgy érintette a német tábori fogság az egykori magyar belügyminisztert, Keresztes Fischer Ferencet is, és így még mondhatnám a két világháború között egyik legkiválóbb ellenzéki politikust, Rassai Károlyt és sokat másokat. Ezért kell emlékeznünk, mert ez a rettenetes, szégyenteljes esemény is sajnos benne van a magyar történetben. Nem lehet meg nem történtté tenni, nem lehet elfelejteni, hiszen honfitársaink, magyar föld szülöttjei, akik jó részben még soha külföldi földet nem is láttak, a lábok sem érintett, megvonattak tőlük a legalapvetőbb emberi jogok, először mindenükből kiforgatták őket, és amikor már szinte a puszta életük maradt, azt is elvették tőlük, és a legrettetesebb pusztulást akadtak. Július 3-án elindult velünk a vonat, ahova bevonulíroztak bennünket, 75-80 embert egy vagomba, két vödörrel, lezárt ablakokkal, bezárt, lebombált ajtókkal, és elindítottak bennünket az ismeretlenbe. De még délelőtt kihozták a kórházból az friss öngyilkosokat, az őrülteket, a frissen operáltakat, azokat még odarakták egy vagon elé, és egy vagonba rakták bele. Amellett, a vagon mellett mentünk el, amikor Mengele elé indultunk, és mindenki halott volt abban a kocsiban. Na most így mentünk mi Auschwitz felé. Kassán állt meg a vonat először, amikor elindultunk. Kassán hihetetlen goromba, mérhetetlen módon bestiális csendőrség fogadott bennünket. Elmondtak bennünket mindennek, meg fogtok dögleni, ez volt a legkedvesebb kifejezés. Adjátok oda, amitek van nektek, már semmire nem lesz szükségetek, mert ha mi fölmegyünk a vagonba, és valamit találunk nálatok, akkor meg fogtok dögleni, és nektek már nincs értéke az életeteknek, mert ahova mentek, ott meg fognak benneteket ölni. Ez volt az utolsó magyar búcsúszó. Thank you.
kihurcoltak bennünket Auschwitzba, és elvették a nevünket is. Helyette számokat véstek a húsunkba. A továbbiakban családi tábornak hívták. 2-3 hónappal korábban még 18 ezeren voltak. Egy barakban 300 ember helyett 800-900 vagy 1000 ember zsúfoltak össze. Előbb a gyerekek haltak meg. Semmi. Semmi sem volt. Voltak gyerekek, akik ott születtek. Mondom, ez családi tábor volt. Az újszülötteknek a talpába tetoválták a számukat. Rengetegen haltak meg. Fiatalok is, öregek is. 1944. augusztus 2-án kiválogattak bennünket az SS-ek. Minket, erős és fiatal embereket. A bennmaradtakat kutyával, csőre töltött fegyverrel terelték teherautókra, és vitték őket egyenesen a krematóriumba. A krematórium ekkor már nem győzte. Kinn az udvaron benzint öntöttek rájuk, úgy égették el őket, mind 1944. augusztus 2-án. A családom nagy része ott halt meg. A nagyapám családja, az apám családja, és a nemzetségemből vagy 600 ember. Baki dinea mekheta anandi kapuvara inger dinea me andi karigi shopronya inger dinea me tele karige gersega inger dinea me kote andi chillag vara shutina me andandek bunkeri pan shelata iya var deshejinen kote ketavo sem vedish sasa me chite khanchi denasa me khanchi atunchi kana gelem andine egono shakh ta chordem ego ek sheiro shakh Trin shontela muri taksas. A sheura chite ile nashtik shutem. Chi muri dei nashtik chite pashlion feritor duvasas. Kotesas muri dei yasha vogrenca, meduyenca. Tai kotar ingerdine mure nanon. Mure murada ke pralen, mure dades ke pralen. Chi ek chavilas pal palan danyamtso. Rigate kidine shean, rigate tordjardine e romnian kasna shavogra, rigate tordjardine shaven e romen taika de ingerdine la briandoniamtso, vagoniero zindele ande, tai palakodo kanakodolen ingerdine, pekshon muklina mekeire, da bairu sura ande sas katandi peshta. Edu shavogra palandi kolera mugline. Volta kodo jesa vile andandi kapuvara iru sura kanamuri bari shei mulas. Do shavouro mai sigmulas, andi kolera. Kana keira vilam, ekko liba naasame, ekko torronjo naasame, ek vaaso naasame. Pi vulitsa suuta mai butsarekshon. Kadei pusti sailam kotando nasvalimo. Janelo sunto del sarsastilam kote. Thank you.
der Schlafwartestag ist da, in Gerdema an der Majus, in Gerdema an der Komarum, an der Kotar in Gerdema an der Njamco. Kote an der Njamco sind wir an der Buchenwaldi, Cijana kade Trinkurke war ist da, in Gerdema an der Buchenwaldi, an der Buchenwaldi, kote igen, igen Budgido Buda. Le Romain Murrenanon con mai puresas, codolenar, birvalu gatinde, codolen cidi clem shoa. Codol mai bu cingar delande i buci, anem pavardeli, le galap codisasi borba. Ando da hao cati romsas de saterne, puro manus cieknas, sando da hao inger, cot asadile. Ande munasimas ande codi luser giara cota si magica le starward stai panch starward stai panch engo kilent iango sas le abrus che vegando mai. Chose que je me rappelle aussi, qui était terrible, c'est les Juifs hongrois qui sont arrivés. Un jour, au mois de juillet, j'ai vu aussi arriver mes grands-parents maternels, qui venaient de voir de Terzinschat. Mon grand-père et ma grand-mère qui m'ont élevé. Prenez ça, ma vie. C'est eux qui m'ont élevé. Car j'étais l'aîné de la famille, tous les ans, j'étais envoyé toujours chez eux. Alors je m'en rappelle très bien d'eux. C'était un calvaire. Et je voulais partir avec eux. Je savais où ils allaient, puisque j'ai travaillé sur la rampe. Ce sont des copains qui étaient avec moi sur la rampe, qui m'ont retenu. Ils me disent, si tu bouges, on t'assomme. J'ai dit, tu sais, c'est mes grands-parents qui sont de l'autre côté. Alors il y en a trois qui sont mis, ou deux, trois, je ne me rappelle pas, qui m'ont caché pour pas qu'ils me voient. Parce qu'ils m'auraient vu, ils m'ont rappelé. S'ils m'ont rappelé, j'ai voulu qu'ils m'appellent, qu'ils me voient. Et je partais avec eux. Thank you.
Tziganes, ils étaient déjà là. Comme mon chef, puisque j'ai arrivé en 1944, ils étaient déjà là depuis un certain temps. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, des vieillards. Et je me rappelle, j'ai réussi à parler plusieurs fois avec lui, il y avait un nommé Maurice. J'avais demandé son nom, Maurice. Puisque nous, on dormait, il y avait le camp Tziganes, il y avait un camp Tziganes. Nous, on dormait pas loin, à peu près quelques mètres. Et lui jouait de l'accordéon. Et je l'ai rencontré, je l'ai raconté un jour, quand j'étais... Maintenant, j'y vais plus. Quand j'allais amener les élèves à Birkenau, les écoles, et j'ai rencontré un groupe de Tziganes qui venait de Berlin. Parce qu'il y a aussi, je crois, une organisation à Berlin. Et quand d'ailleurs, j'ai entendu parler Tziganes et des Allemands. J'ai dit, alors, Raphaël, justement, il a dit, vous savez, si on a quelqu'un avec nous qui peut vous raconter, qui a vu la mort des Tziganes. Alors c'est là que j'ai parlé aussi avec eux de, tout, de ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Alors je leur ai expliqué que dans une nuit, ils sont venus les chercher. Ils les ont poussés vers la rampe pour être... Et puis à côté de la rampe, en face, il y avait les chambres à gaz. Les chambres à gaz et les crématoires. Mais eux, ils savaient, parce qu'ils étaient là depuis plusieurs mois. Ils se sont drôlement battus avec les nazis. Ils sont rentrés à un moment donné avec des chars. Ils se sont... D'ailleurs, la rampe de Birkenau, qui est très grande, quand le lendemain, qu'ils avaient fait ces horreurs, étaient remplis de sang, de têtes écrasées, de jambes arrachées, des bras arrachés. Que nous, on était obligés. C'était notre travail. Koncentrációs táborok jellemzője, amit úgy hívnak, hogy appell. Ugye az appell az nem jelent annyit lefordítva, hogy felhívás. Na ez a koncentrációs táborbeli appell, ez azt jelentette, hogy minimum kétszer egy nap, reggel és este a tábor összlakosságát megszámolták. Ennek a vetülete a következő, hogyha auschwitzi szemmel nézem. Auschwitz-Birkenauba megérkezett A
vonat valahonnan. Minimum 3000 ember. Szelektálták őket, és a 3000-ből körülbelül 2600 számolás nélkül rögtön ment a gázba. Amiből nagyon egyszerű azt a következtetést levonni, hogy ugyebár minden sokkal drágább, mint az emberi élet. Maradt 400. Na most, hogy ezt a 400-at naponta kétszer gondosan meg kellett számolni. Amikor már az a 400 heteken keresztül ott volt Auschwitzban, akkor meghalt belőlük másik 200. Akkor még ezt a maradék 200-at, azt is gondosan meg kellett számolni. A valóságban azonban nem 200 meg 400 ember volt, hanem 10 000 meg 15 000 meg 20 000.